Az expedíció elsődleges és legfontosabb célja az üstökös megfigyelése volt. Természetesen valamennyien szerettünk volna minél többet látni Kréta szigetéből és Görögországból. Kirándulásaink során eljutottunk Retimnonba, Trikalába, ahol heti vásár volt, a közel 4000 éves Knossoszba, Minosz király palotájába, Phaistosba, mely fénykorában vetekedett a Knossoszi palotával, kis pásztor és halászfalvakba, Ágia Nikolauszba, a napfényes üdülő városkába. Krétát elhagyva néhány napot Athénban töltöttünk. Az expedíció hivatalos része véget ért, befejeződött a héliüstökös megfigyelése. Most már Athénban itt az Akropolis fellegvár övében kérdezem Újvárosi Antalt, az expedíció észlelési megfigyelési vezetőjét. Milyen tapasztalatokkal térünk haza? Milyen lett az üstökös? És mi az, ami a szatyorban van? Hát azt hiszem, hogy mindannyian rendkívül gazdag tapasztalatokkal térünk vissza. Önmagában először talán szakmai programról annyit, hogy nyilván volt elég sok nehézségünk szállítással, utazással, az észlelőhely, az ideális észlelőhely kiválasztásával, sőt még az időjárással is, hiszen a kezdeti időben rendkívül borongós, esős idő volt. De végül is, ha jól emlékszem vissza, nincs itt nálam az észlelőnaplom, a negyedik éjszaka, az elutazásunk utáni negyedik éjszaka meghozta gyümölcsét, mikor először sikerült megpillantani Kréta déli részéről a héliüstököst. Első benyomása mindenkinek az volt, hogy lényegesen jobb, mint amire számítottunk, tehát valóban fényes, szabad szemmel, jól látható, szabad szemmel és 6-7 fokos csóvával rendelkező üstökösről van szó. Éppen ezért gyakran készültek egymás után a felvételek, már csak azért is, mert alig egy másfél óra állt rendelkezésre, hiszen utána a hajnali szürkület megakadályozta a további megfigyeléseket. Nem hívtunk még elő minden felvételt, csak néhány próbatekercset, illetve féltekercset, hogy lássuk, hogy mit kell még esetleg korrigálni. Ezek a kezdeti felvételek rendkívül biztatóak. A lehozott műszerek, mondhatom azt, hogy mindegyike beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ezek között vannak gyári távcsövek is, házi készítési optikák is. Ezek segítségével végül is több száz felvétel készült, színes negatívra, diapozitívra és fekete-fehér negatívokra. Tehát ami a szakmai részét illeti, mindenképpen azt kell mondanom, hogy nagy élmény volt és sikeresen zárult. Hol és mikor lehet hozzáférni a megfigyelések eredményeihez? Egyrészt a következő hónapok során megjelenő meteor számokban, tehát talán a laikusok nem tudják, hogy mi ez a meteor, az Uránia csillagvizsgálónak, illetve a TIC csillagászati válaszmájának egy kiadványa, az észlelő amatőr csillagászok részére. Ennek az üstökös rovatában folyamatosan közlésre kerül az észlelési anyag földolgozása. Másrészt, mivel ebben fotókat nem tudunk közölni, a Földéség című folyóiratban szeretnénk a leglátványosabb, legsikerültebb felvételeket közzétenni. Mennyiben járult hozzá az expedíció a héli nemzetközi megfigyeléséhez? Hát azt hiszem, erről a nemzetközi központ vezetőjét kellene majd megkérdezni. Minden esetre a megfigyeléseket a láthatóság végén, tehát körülbelül egy-két hónap múlva összegezve és megfelelő válogatás után, tehát nyilván csak a legmegbízhatóbb észléseket kiküldjük az Egyesült Államokban Nemzetközi IHV Központba, és tudomásom szerint, mi van most 86-89-re jelenik meg egy olyan kis kiadvány, amiben az összes megfigyelést le fogják közölni.
kíváncsian várjuk, hogy ebben milyen súlya szerepelnek a magyar megfigyelések.